Nyílt napot tartott a Vasvári Pál Általános Iskola. A rendezvényen a gyermekek a pedagógusokkal ismerkedhettek meg, míg szüleik a Magyar Olimpiai Bizottság és az iskola együttműködéséről és a programban való részvételről hallhattak részleteket. Nagy örömünkre! bekerültünk ebbe a pályázatba, most már nagyon hosszú ideje támogat minket a MOB. Az elmúlt tanévben futott ki az első nyolcadik osztályunk, aki már első osztálytól kezdve részt vett ebben a támogatásban, és az utóbbi két tanévben kaptuk meg a kiemelt támogatást, ami azt jelenti, hogy a sok-sok iskolából, akik pályáztak erre a támogatásra, nyolcat választott ki a MOB, és köztük volt a mi iskolánk is, és erre nagyon büszkék voltunk. Az iskola rendezvénysorozata a nyílt nap után is folytat, a következő rendezvény jövő hét pénteken lesz. Az eseményt a Rio Klubbal közösen szervezi az intézmény neves sportolók részvételével. A Vasvári Pál általános iskola nyitott napján az intézmény minden kaphattak betekintést az érdeklődők, jövő hét pénteken pedig újabb programmal várják a szülőket és gyermekeiket az iskolában, hiszen borbarna cselgáncsozó és kapás boglárka úszó lesznek majd az iskola vendégei. A DSTV híradóját Csetnegi László tudósította.